Szavasztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, aki imádja a fasírtot, és nem utolsó sorban én is, nekem nagyon nagy kedvencem, és itt már a háttérben láthattok egy jóféle tökfőzeléket, ennek is fönn van a receptje, na de nem erre térjünk most ki, hanem megmutatom nektek a fasírtot olyan formába, hogy a bő olajat, bő zsíradékot maximálisan kiadjuk, és itt látjátok, egy nagyon-nagyon pici kis étolaj van ebbe a szólóba, csak ennyit fogok összességében felhasználni, és a másik kis érdekesség, hogy szép legyen a fasírt, gyönyörű szép színe legyen, egy nagyon-nagyon pici vajba, majd a morzsát le fogom pirítani, és ugye hát nem lövöm le a poént, de hát lelőttem a poént, mutatom nektek, nálam előre gyártva, mindenféleképpen egy ilyen mennyiség, vagy éppen egy nagyon picivel kisebb mennyiség mindig van itthon, és ugye hát ez el van dobozolva, légmentesen le van zárva, bármikor, akár a gyerekeim, akár a feleségem, ha nem vagyok itthon, pillanatok alatt ebbe a jóféle kis forró levegő sütőbe tudnak fasírtot sütni, vagy akár más terméket is megforgatva ebbe a jóféle pirított panírba, morzsába pontosabban, egy gyönyörű szép színhatású, és majd mutatom nektek én, hogy keverem be, ízhatású fasírtot kapunk. Na, nagyon gyorsan végig szaladunk, hát megmutattam a pirított morzsát, de nyilvánvaló, ezt a tűzhelyen is pár pillanatban meg fogom mutatni. Szükségünk van zsemlemorzsára, na most a zsemlemorzsára kitérve, én általában itthon szárítom a zsömlét, szitálom a zsömlét, pontosabban a morzsát, meg lehet tenni akár szitálva, akár szitálás nélkül, én mindenféleképpen az egyenletes pirulás miatt, mutatom nektek még egyszer, nézzétek meg, csodálatos, át szoktam szitálni, mindenki döntse el, hogy hogy szeretné. Láthatok egy kicsi petrezselymet, vajat, kettő darab tojást, lényegében a hús, hát ez is a legfontosabb dolgok közé tartozik, sertés lapocka, ez kb. Egy a 30%-os zsírtartalmú, mi nagyon-nagyon szeretjük, nyilván aki nem kedveli, akár sertés combot is le lehet darálni, egy picivel szárazabb, na de megkapjátok ott is a törődést. Zsömle, jóféle kis vizes zsömle, itt lényegében megint ízlésfüggő, hát a fasírt az föl lehet használni, akár kiflit, akár zsömlét, akár kenyeret, én mindenféleképpen a zsömlére vagyok ráva. Na, mutatom a zsömlét nektek, láthatjátok, ez 8 darab pici zsemle, hangsúlyozom, 8 darab pici vizes zsemle, ha így megfogom és így összegyűröm a kezembe, még mindenféle áztatás nélkül, nézzétek meg mekkora, tehát ez amikor meg fog ázni, ki fogom nyomni, akkor még kisebb lesz. 2 darab tojást láthatok, ha nem mondtam volna még, jöhetnek a fűszerek, és természetesen ez a picike kis olaj, meg ugye szórni fogunk, szükség van rá, só, bors, piros paprika, őrölt kömény. Én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki az őrölt köményt a fasírba, a mennyekbe visz, higgyétek el, aki szereti a köményt, nagyon-nagyon megdobja a fasírtot. Lehet beletenni fokhagymát, vöröshagymát, akár picit lepirítva a tűzhelyen. Én ebben a formációban nem szoktam ezt megtenni, egyszerűen házilag szárított és aprított fokhagyma port használok, nagyon-nagyon szeretjük, és nyilván akinek van egy kis vöröshagyma por, avval is meg lehet tenni. Nem pofázom sokat, mutatom nektek, lényegében amivel kezdünk, igaz, nekem le van pirítva, de megmutatom nektek, hogy tudjátok nagyon-nagyon szépen, óvatosan, gyönyörű szépen ilyen színre lepirítani a morzsát. Indulhat a morzsának a lepirítása, mindenképpen javaslom nektek egy szélesebb, laposabb, mondjuk egy ilyen serpenyőt használjatok, egy nyeles serpenyőt, nagyon-nagyon kényelmesen le tudjátok benne pirítani a morzsát, ha esetleg egy magasabb, és keskenyebb edénybe dolgoznátok, nem tudnátok olyan intenzitással lesz végrehajtani. Na, elolvad benne ez a pici vaj, nem kell megégetni nyilvánvaló. Egy közepes hőfokon, mondjuk egy 5-ös hőfokon elkezdem lepirítani a morzsát, át van szitálva. A vajnak a mennyisége 25 g, 2,5 deka, és a morzsának a mennyisége 250 g. Odafigyelve, nem itt hagyva, gyönyörű szépen, egy olyan 7-8 perc alatt ez meg fog történni. Most járunk körülbelül egy olyan 3,5-4 perc, és nézzétek meg, sőt, ha egy nagyon-nagyon picit várok, elkezd kialakulni mindig az alja, tehát mutatom nektek, nézzétek meg, gyönyörű szépen elkezd barnulni a leges legalja. Na, ilyenkor oda kell figyelni tényleg, hogy ne hagyjátok itt, nagyon fontos, folyamatos keverés mellett 7-8 perc alatt
ez a színű morzsa, mint látjátok, teljes mértékben el fog készülni. Tehát még azt mondom nektek, a csenget a postás, vagy leállt a mosógép, csak hogy az ajtót elmentek kinyitni, nem, akkor is húzzátok félre mindenféleképpen, mert nézzétek meg, pár másodperc műve, és teljes mértékben odaéghet az egész. Na, még körülbelül egy 3 perc összességében, és megkaptuk ezt a gyönyörűséges színt. Aki esetleg, és nem szeretne ilyen gyorsan intenzitással kevergetni, akár 2-3-as fokozatra levéve a tűzhelyet, nyilván akkor hosszabb ideig fog tartani, de hát úgy is el lehet készíteni. Ezt már ti döntsétek el, azonnal meg leszünk vele. Mint látjátok, lényegében pár másodperc múlva elkészült a morzsa, gyönyörű szép színt kaptunk, ugye ez is nagyon-nagyon fontos, mint említettem. Egyetlen egy jó tanács még, miután lezártátok a morzsát és odébb tettétek, semmiféleképpen nem javaslom, hogy itt hagyjátok, tehát tegyétek odébb, de miután odébb tettétek, még akkor is legalább egyetlen egy percig, néha odalépve érdemes belekeverni, hiszen annyira tűzforró az edényünknek az alja, és látjátok, folyamatosan még mindig barnul. Na, tehát az utolsó egy percben, miután levettétek, lehúztátok, érdemes átkavarni. Készen is vagyunk, le is zártam a tűzhelyet ebbe a pillanatban. Egy nagyon picit odébb húzom, és mint említettem, volt még egy picit, egy percig körbe ide lépek néha, és belekeverek. Ennyi volt az egész. Elkészültünk a jóféle morzsával, jöhet a fasírtnak az összeállítása, mondjuk ennek a receptje fönn van, láthattátok. Na de pár lépésben nagyon gyorsan meg fogom nektek mutatni. Vizes zsemle vízbe áztatva, nyilvánvaló, és tudom, van, aki mondjuk tejbe szokta, nincsen semmi probléma, ízlések és pofonok, ahogy ti gondoljátok, nálam vizes zsemle vízbe ázik. Miután kiázott, megázott alaposan, egyszerűen megfogom, és jó rendesen becsülettel ki fogom nyomkodni belőle a vizet, miután ezt megtettem, mindegyik megy a húshoz, és jöhet az ízesítés, fűszerezés. Alaposan nyomjátok ki, ez a lényeg. Ne tucsogjon benne a víz. Ennyi volt az egész. Jöhet a következő. Készülhet a fasírt, lényegében összeraktam a kinyomkodott zsemlét a hússal, 2 darab tojást ráütöttem. Most ebben a pillanatban, hogyha úgy gondolnám, elkezdhetnék fűszerezni, ízesíteni, én nem így szoktam tenni. Mindenféleképpen ebbe az állapotába össze szoktam dolgozni, és megmondom miért. Ha most hozzátenném a fűszereket a leges legelején, 1. jobban csomósodna a paprika miatt, 2. nem látnám rendesen, hogy hogy van eldolgozva pontosan a zsömle a hússal. Na de, mint szoktam volt említeni szokás szerint, mindenki ahogy szeretné. Na, tiszta kéz technológia, jobbkezes technológia, elkezdem összedolgozni, ez körülbelül egy 1,5-2 perc, és jöhet az ízesítés, fűszerezés. Jöhet az ízesítés, fűszerezés, alaposan átdolgoztam a tésztát, és látjátok, hát ha belenéztek, akkor nem találtok nagyobb, kisebb, össze-vissza zsemle darabokat, tehát ilyen kis egynemű masszát kevertem belőle, ez persze, mint elmondva megint, szoki ízlés, az én ízlésem, az én kis szokásom, mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné. Na, fűszerezzünk, ízesítsünk, hát elsőképpen jöhet a petruska bele, teljesen mindegy, milyen sorba vagy formátumba tesszük bele. Egyébként ezt tegnap vágtam, egy nagyon picit megszárítottam, de nyilván a frissen vágott zöld arany, tudjátok, hatalmas. Jöhet a só. Körülbelül elsőképpen 2 ilyen teáskanállal teszek bele, és minden itt most teáskanál, vegyétek úgy, de természetesen ki fogom nektek írni. Őrült, fekete bors, körülbelül ennyi, piros paprika, édesnemes piros paprika, ebből jöhet bőséggel 3 teáskanál. Ismét egy őrült kömény, aminek őrült jó íze van, körülbelül 1 ilyen pupossal teszek bele, és a fokhagyma porból bőséggel jöhet bele 2 kezit csókolom, ennyi az egész, ismételten jöhet az összedolgozás. A munka oroszlán részével meg is volnánk, és szinte láttátok, nem is csináltunk szinte semmit, nagyon gyorsan ezt a masszát összedolgoztuk, lepirítottuk a morzsát, és dolgozhatunk, készülhetnek a jóféle kis gombóc artúrok, ami, és most elmondva, teljesen mindegy, a ti ízléseteket szabva, mutatom a kosarat.
akár 9, akár 12, tehát itt megint ti határozzátok meg, hogy milyen mennyiségű és nagyságú kis fasírtok kerüljenek bele. Majd a gépet egyébként elő fogom melegíteni, mindjárt mutatom. Ami nagyon fontos és szabály, csak ajánlani tudom ezt, és nem mondom akkor, hogy szabály jó, tehát inkább akkor jó tanács, hogy mindig csak annyi morzsát vegyetek ki, nagyon fontos, amennyit elhasználtok, hiszen a maradék morzsát, mint láttátok, és idehozom a nagy edényemet, el lehet csomagolni, később föl tudjátok használni, tehát ne legyen húsos, mindig annyit kivesztek, amennyit épp a fasírtok fölvesznek, kezi csókolom, viszont váltáska, ennyi az egész. Idehoztam egy kis vizes tálat, mutatom nektek, lényegében csak azért néha megmártom a dundi ujjaimat, egy picit bevizezem a kezemet, hogy ne tapadjon teljes mértékben a húsra, ennyi az egész, nem vizes a kezem, éppen nedves, fogok egy kis fasírtésztát, és ennyi az egész. Csinálok egy jóféle kis gömbölcöt, gombócot, kezit csókolom, nézzétek meg, mehet a morzsába. Miután ezzel megvagyok, kapcsolom a sütőt, mindjárt mutatom, előmelegítjük, és lényegében tolhatjuk be őket. Megvagyunk a gombóckákkal, 9 darabbal indítunk, természetesen a többi fasírt masszát, ilyenkor beszoktam tenni a hűtőbe, főleg a nyári időszakban. Na! Látjátok a gépezetet, bekapcsoljuk, lényegében, nem egyszer mutattam már nektek, van rajta egy előmelegítés funkció, 205 fok, 5 perc, kezdjük csókolom, előmelegítjük, és röpülnek bele a fasírtok. Megtörtént az előmelegítés, lejárt az 5 perc, jöhet ki a kosár, és úgy teszem, hogy ti is lássátok, lényegében, akkor nem így teszem, hogy lássátok, jöhetnek a gombóckák. Azt szoktam ilyenkor csinálni, egyszer fordítok egyet rajta, éppen legyen mindenhol morzsás, kiveszem a kezembe, egy nagyon-nagyon pici esztétika, egy nagyon pici paskolás, nézzétek meg, gyönyörű az egész, mehet a kosárba, és miután itt megvagyok az összessel, akkor jöhet egy nagyon pici olajspré rá. Ennyi az egész, nézzétek meg. Csodálatos fasírtok fognak készülni. 9 darab jóságos fasírt. Szuper. Mehet be az utolsó kis gombócka a kosárba. Egy pici esztétikát azért adunk neki, én legalábbis nagyon szeretem. És nézzétek meg, Szilvike megmutatja, miközben én gyorsan öblítek egyet, hogy mennyire jól néznek ki. Nincs más hátra, egy nagyon-nagyon pici olajsprét fogok neki adni, és természetesen ezt akkor is meg fogom tenni, amikor megfordítjuk a fasírtokat. Na, olajspré, vigyázzatok, merre áll a fúvóka, nagyon-nagyon fontos, nehogy a arcba menjen. Nézzétek meg összességében, ennyi, nem teszek rá többet, kezit csókolom, indítom ismételten a gépet, és mutatom nektek a lényeget. Hát ugye nagyon-nagyon fontos, itt a hőfok, 200 fokon fogom sütni, és körülbelül összességében 14 percig, 7 percnél fordítunk egyet, ott is egy kis pricni, mutatom nektek. Hadd szóljon! Eltelt az első 7 perc, pontosabban látjátok, feleztünk, 7 percnél tartunk, jöhet ki a kosár. És lényegében mutatom nektek az eddigi állapotot, elkezdődött a pörcösödés, nézzétek meg, tehát a ripi-ropi technológia elkezdődött, egyszer megfogom, az összeset meg fogom fordítani, aki természetesen nem bírja a meleget, az hozzon egy spatulát magával, vagy éppen egy olyan eszközt, ami nem fém, ugye nem szabad megsérteni ezt a jóságos kis felületet, jöhet az olajszórás, ismételten teszem vissza, és mutatjuk nektek a végeredményt. A gép automatikusan el fog indulni. Ennyi volt a fasírt. Pontosabban mindjárt mutatom, hogy mennyi. Csodálatos illatok vannak. Eltelt a 14 perc, jöhetnek ki a fasírtok. És mutatom nektek ezt a csodálatos, hát nem is kéne semmit mondanom, olyan, mintha ebbe a pillanatba szedtem volna ki a forró zsírból őket.
csodálatos illatok, és nézzétek meg, hát ez olyan tényleg, mintha most egy szűrőkanállal, egy nagyobb edényből, még egy bő zsírból kiszedtem volna, na de mutatom nektek a belsejét, hát ez a legfontosabb, és látjátok, a pörcös felület megvan a kéreg a fasírnak. Egyébként, hogyha valaki úgy gondolja, és sötétebbre szeretné sütni, nyugodtan még egy vagy két percig be lehet hagyni. Na, Szoki, ne dumáljál sokat, bocsánat, majdnem le is vertem, hát ezt nézzétek meg. Brutálisan szép, nagyon kellemesen átsülve az egész, és hát ugye, hát kóstolás nélkül nem maradjon már az egész. Nagyon-nagyon finom a fűszerezése. Nézzétek meg ezeket a kis gőzöket, ezek az illatgőzök, mondanom se kell. Harapunk, kisütöm az összeset, jövünk vissza tálalni, jóféle tökfőzelékkel, ahogy illik, de lényegében bármilyen finom főzelékkel, akár sült krumplival, tökéletes ez a kis hasít. Sukott szemmel. Nagyon finom le. Lejárt az utolsó forduló, és lényegében mondtam, hogy csak tálalni jövünk vissza, de mint érdekességképpen meg szeretném nektek mutatni, és most ebben az esetben nem is a fasírtot, de természetesen ez is gyönyörű lett, hanem magát a kosarat, pontosabban annak az alját, az edényzetét, hát összességében nézzétek meg, ennyi olaj, és lényegében ennyi pici leeső morzsa született, tehát nagyon-nagyon takarékos a recept, nem kell halommal önteni az olajat, a zsírt, nézzétek meg, és ugye itt a végeredmény önmagáért beszél, 2 perc jövünk tálalni, ezt meg dugom a mosogatógébe, de lényegében tudjátok, és szoktam volt mutatni, de itt is megmutatom nektek, csak egy papírtörlővel, hogy mennyire egyszerű is a dolog, megfogom, és nézzétek meg, mivel teflon bevonat, kezit csókolom, ennyi az egész, ki is haláztam, és dugom a mosogatógébe. Gyönyörű, szépen el lehet tisztítani. Búcsúzásképpen, ahogy megszokhattátok tőlünk, Szoki szokás szerint mutatjuk a végeredményt, hiszen talán ez a legfontosabb része az egész videónak. Mi készült, mennyi készült? Hát itt nagyon gyorsan elmondom, de természetesen ki is fogom írni. 1 kg sertéslapocka, pontosabban 1 kg darált sertéslapocka, 8 darab kisebb méretű vizes zsemléből, 26 darab fasírt született. Na most ezáltal elmondva, egy 5-6 tagú családnak ez egy eresztésre fantasztikus, direkt szótagolva mondtam, és nem utolsó sorban mellé a jóságos tökfőzelék, amit természetesen meg tudtok nézni, hiszen már legalább 2 éve fölraktam a receptjét, ott az a fontos, arra kell odafigyelni, tudjátok, a tököt nem szabad szétfőzni. Ahogy rottyant egyet, felfolt, tessék beletenni a tököt, már mint a vízbe, és azonnal behabarni só, cukor, ecet, kapor, tejfölös, habarás, kezi csókolom, ennyi, le lehet zárni. Így van igazából nagyon-nagyon jó és finom tartalma a tökfőzeléknek, aki természetesen szereti. Hát és ugye én még több kaporra hangsúlyozom, én nagyon-nagyon szeretem. Hát és ugye visszatérve, hatalmas fasírt, tényleg nagyon egyszerű a recept, próbáljátok ki. Akinek van forró levegő sütője, mindenképpen, akinek esetleg nincsen, az nyugodtan betolhatja a sütőbe is. Ott mondjuk azt javallanám, ha a sütőbe süti valaki, egyszerűen egy gitterre, egy rácsra helyezze rá a fasírtokat, hogy alulról is megkapja a törődést, tehát ne egy lemezen süljön mondjuk a fasírt. Ez az én gondolatmenetem, de mindenki ahogy szeretné. Láttátok az elkészülést? Igazából ennek a receptnek a lelke, a csakrája, tudjátok, a pirított morzsa, ez a legfontosabb. Ha itt ebbe az esetben egy sima, hagyományos, fehér zsemlemorzsába lenne beleforgatva, úgy megspiccelve és beletolva a sütőbe, a forró levegő sütőbe, vagy épp a rendes sütőbe, akkor egy színtelen, íztelen, lehet, hogy a belső tartalom ott lenne, hogy na, azt mondjuk, hogy jó, de nem, pirítsátok le a morzsát, látjátok, el lehet tenni, azt is megmutattam, egy jó zárható légmentes edénybe, bármikor előtt tudjátok venni, és nyilván nem azt mondom, hogy 1 kg morzsát kell lepirítani, mindig egy ilyen 250 g el van téve, akármikor a gyerekeim hazajönnek, be van keverve a fasírt hús, beteszik a sütőbe, viszont látójás, viszont nézésre lehet vele dolgozni.
és azt elmondva, hogy még több ilyen hasonló terméket is beleforgatva, akár egy kis rántott gombát meg lehet sütni, tehát liszt, tojás, pirított morzsa be a sütőbe, viszont nézésre. Na, nem pofázok sokat, fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Még egy dolgot megemlítve, ami nagyon fontos, amikor tudjátok, és mentek egy ablak előttel, vagy az utcába, és azt mondjátok, hoppá, 283 méterre valaki fasírtot süt. Na, ebben az esetben ez nem történik meg, hiszen amikor jön a fasírtnak az illata, valaki azt mondja, hogy a szaga, akkor az abból adódik, hogy a fasírtnak a zsír gőzből kapjátok ezt meg. Viszont itt nincs bőzsír, nincsen zsír gőz igazából, tehát, ha csönget nálam a postás, ő nem tudja igazából megmondani, hogy én fasírtot sütöttem. Itt igaz a konyhába minimális mértékben ezt lehet érezni. Még egy mondat és búcsúzom. Nagyon-nagyon szépen köszönjük annak a sok embernek a látogatását, akik kim voltak a BMW-n, a Konstrumán. Ott sütöttünk 3 napig kedves feleségemmel, reggeltől estig 6 darab géppel, rablóhús, fasír, csirke, édesburgonya és társai. Ott mindenki meg tudta közelről nézni, hogy működik a gép. Nem egy ember elejétől végig a kosár mellett állt, nem hagyta el a helységet, és tényleg folyamatában kihúztuk, megmutattuk percenként, hogy áll a termék. Na, köszönjük a látogatást! Reméljük lesz még ilyen program, és mindenkit majd szeretettel várunk. Szavaztok, jó egészséget, hamarosan találkozunk!